Vagyok a tapétakarnistól, és akkor folytatom tovább a keretfóliázását. Most ugye a belső részt csinálom. Ezt a méretet megtoldottam annyival, hogy itt be kell ugye hajtani, és akkor itt pedig lemértem ezeket a részeket, mind összeadogattam egész odáig, hogy ide le tudjak jönni teljesen ide az aljára. Jó, akkor odaillesztem. Ugye itt jobb oldalt nem kell befordulni, ott nem kell ráhagyni. Bal oldalt pedig ez a kicsi rész van. Jó, teljesen rásimítom, utána ugye jön ez, hogy így kézzel azért megkeresem az élét körben. És mivel az egészet ide akarom behajtani, így ennek a résznek kell megmaradnia. Itt fogom tudni levágni, mert itt nem kell, innen majd egy másikat fogok felrakni. Mind a két oldalt bevágom. És behajtom. A simítóval jól oda nyomkodom a helyére. Jó, azután de a függőleges részre is jól rásimítom oldalt, akkor beélezem kézzel, és újra bevágom. És akkor itt ugye már csak ez a kicsi rész van, egyrészt itt egy vízszintes, aztán lefelé a függőleges. Ez nagyon szépen oda simul a helyére, nincs benne egyébként ebben a részben semmiféle nehézség. Simítjuk. Itt egy pici ránc lett benne, azt kihúzom. Így. Jó, és akkor megint ugye felvágom, itt már csak egy pici rész van. És már csak ezt a picit kell leszedni. Hogy igazából aki szeretné, vissza is hajthatja. Itt kézzel kicsit elsimítom, hogy szebb legyen. Jó. Ez akkor itt megvan. És akkor most következik az, hogy innentől, illetve nem, még ezeket itt végig kell vágni. Ugye itt ezeket mindig a sarkoktól ide végigvágom, hogy egyenes legyen. Így. Itt nem is kell, itt jól van. Na, ott nem vágtam be a végén. Így. Jó. Ennyi. És akkor most következik, hogy ide felragasztom az első csíkot. Jó, ide megint úgy vágtam le előre, nem akartam, hogy itt a vágással várjatok nekem, hogy teljesen itt beborítsa, tehát ezeket a felületeknek, ezeknek a centiméterét összeadtam.
lehúzom teljes egészében. És innen föntről fogom indítani. Ugye teljesen függőlegesnek kell lenni, hogy sehol ne csúszson el. Jó, akkor itt leszélezem. És mivel ezt ide akarom behajtani, ezért itt fogom elvágni, hogy ez az egész rész megmaradjon. És akkor ezt pedig, akkor beszélezem, és szépen behajtom erre a következő részre. Ezt ide visszasimítom, mert van itt még egy lépcsőm, illetve ezt ráhajtom, ha úgyis itt vagyok, akkor ez legyen szép. Jó. Simítás. Szélezés. És egy vágás. Hoppá, húzat van. Jó, és akkor ezt is ide betolom. Itt ezt a maradék részt, ami átjött erre az oldalra, ha valakit zavar, levághatja. Igazából itt ebben a nútban kell bemenni, de megmondom őszintén, itt lett egy olyan kis nút, ami miatt én ezt nem csinálom, mert félek, hogy akkor kibukkan a fa rész. Tehát van ez a, és akkor utána még itt bemegy egy kunkorral. Emiatt nem szeretném, de itt sem látszik szerintem. Tehát azért jók ezek a faeresek, mert a hosszanti érezetnél nem látszódik a toldás. És akkor most nézzük meg itt fönt, hogy hogyan lesz ebből ilyen szép elvágólag derékszögben a vágás. Ugye egyszer ezt megcsináltuk teljesen így, az ott van alatta, és ezt is ráraktuk. Most azt fogom csinálni, hogy ezt a felső réteget megvágom, elvágom itt átlósan, és akkor meg lesz ez a függőleges erezet a fönti fóliának, és meg lesz a vízszintes erezet ennek a lentinek, tehát itt saroktól sarokig odaillesztem a simítót, és akkor lehúzom. Pillanat, mert lehet, ilyenkor nem merek nagyon belevágni, és előfordul, hogy nem jön szét rögtön, akkor azt csinálom, hogy így alulról így kidugom az ujjammal, és akkor szép is. Jó, tehát ilyen lett. Mindjárt csinálom a következőt. Keresem a szikét. Ott ugyanúgy, hát most nem látjátok, eltakarom így, de ugyanúgy, mint az előzőnél volt, így végigvágom. És megint elválasztom ezt a felső fóliát. Igen, itt nem vágtam bele annyira merészen. És azt hiszem, hogy itt ezt a pici részt, ezt ollóval fogom elvágni, mert annyira ott van bent a sarokban, és félek, hogy rosszul csinálom, de így jó.
akkor ez is megvan, és akkor még itt a harmadiknál van egy picike. Így készülnek a gyári sarkok. Jó, gyerünk lejjebb, és akkor nézzük meg. Itt megint van egy problémás rész, mégpedig a zárnak ez a fogadó része. Tehát ez a, ahova ugye be látszódik, Fanni? Mindjárt csak rájöttem. Ha ideálok, látszódjon nagyjából. Tehát ez a rész az, amit, hogyha így bevonjuk fóliával, és utána szeretnéd ezt kivágni, az nem annyira nagyon gyönyörűséges, tehát erre szerettem volna valamit kitalálni, mert ez nagyon zavart, amikor kivágtam, de itt a másikat megcsináltam, itt kivágtam az egészet én, de akkor ez egy ilyen nagyobb kivágás lett, és utána arra gondoltam, hogy meg lehet ezt okosabban is csinálni, és mindjárt mutatom, hogy is csináltuk, hol van ilyen kicsi maradékos, aha. Tehát azt találtam ki, ide raktam egy ekkora darabot, ezt mindjárt el is vágom, mert nem kell ilyen nagy. És akkor ezt felragasztottam ide. Mindjárt szétszedem, de ugye mindig ez a necces nekem, ez a szétszedés. Maradt rajta egy kicsi. Jó. Tehát ezt ide ragasztom, picit föntebb. És akkor ez, hogyha itt van, akkor itt kirajzolódik ugye a két lyuk. Két lyukat kivágom. Mégpedig úgy, hogy teljesen legyen meg a lyuknak a körvonala, még hogyha ilyen kis csúnya is. Jó. Így ekkorák a lyukak körülbelül. De ezt, hogyha, még hogyha szépen vágtam volna, akkor sem túl szép. És erre fogjuk azt csinálni, hogy ezt leveszem. És gyere, Fanni! Csak a kábel. Figyelj, csak a, ott van lent az a kis darab, amit még ledobtam, tudod, a másik hosszú. És akkor először is ezt. Ráragasztom erre a másikra. Hol van a tollam? Itt van. És körbe rajzolom ennek a vonalát. Picit esetleg mutathatod majd így jobban a kamera fölé, és akkor... Várjál, mert nem is látom a lyukat. Uh-huh. Nem adja vissza annyira, így hiába vagyok közel. Aha, nem baj. Várjál, csak ezt készedem. Ugye ez, ahogy körbevágtam, ez adja magát. És ez itt így egy elég csúnya. De itt nagyjából körbevágtam akkor a vonalát. Itt elvágom ezt is. Leszedem most róla ezt a... Ez egy ilyen segédanyag. Gyakorlatilag. Aztán itt már nagyjából látszódik akkor, hogy hol volt ez megrajzolva. És most azt csinálom, hogy ahhoz, hogy szép legyen, ugye mindig a szimmetrikus a szép, összehajtom,
és kivágom így ezt a formát. Ugye, hogyha így vágod, akkor szép lesz a formája, még hogyha egy picit nagyobbra is vágod, mint ott a lyuk, az sem lesz baj, mert hát ezért körülötte ott lesz a fólia. Na, még itt se lett olyan teljesen tökéletes. Jó. És akkor azt fogom csinálni, hogy beragasztom teljesen a fóliából, ami egyben megy, utána ezt ráragasztom, és akkor, hogyha alatta ki fogom vágni majd a másik fóliát, akkor ez elvileg betakarja majd ott a csúnyább részeket. Na, de hogy lássátok, hogy miről van szó, menjünk vissza a másik oldalra. Akkor ezt félrehagyom. Kocsi. És várjál csak, Fanni. Helyet cserélünk. Jó, tehát itt van a következő adagom. És lehúzom akkor a hordozó réteget. Így beállítom a helyére. Rásimítom. Ez egy kicsit balkezes itt nekem. Belelóg a fejem. Beállítani kell, de azért nem tudok, hogy kell, hogy van egy-két pillanat. De azért nagyjából kíváncsi. Nagyjából jó. Okay. Hogy mi történik. Akkor itt ugyanígy simítás. Azért jó kézzel is, mert akkor rögtön érzed, hogyha valahol van egy kis ránc. Jó. Így, és akkor itt van ugye a zárt testem. Amit, hogyha most itt teljesen befedek, akkor nem tudjuk használni az ajtókilincset sem. Picit ez ráncos lett. Ezt ugyanúgy benyomkodod, egy picit, mintha elmászott volna, folyton beráncosodik. Lehet, hogy ez zár miatt, igen. Biztos, hogy ezt a részt itt levágom. Hogy ne lógjon ki. Jó ez a szike.
Itt már nem lóg ki. Jó. Na, és akkor most nézzük, hogy hol van a ez a zár. Ugye a lyukakat megtaláljuk, az teljesen biztos. Itt az egyik lyuk, és itt van a másik lyuk. És azt kellene nekünk, ugye, hogy ez szebb legyen, mint csak így ez a nyílás. Úgyhogy szépen körbe fogom vágni itt körülötte az egészet. És majd utána ráragasztom azt a másikat, amit megcsináltunk. És akkor hol van? Ja, itt van. Ez a felső volt a kisebb. Most azt nézem, hogy ez még hosszabb, mint ahonnan ez indul, úgyhogy kicsit levágok belőle az ollóval. Mindjárt szétszedem. Így is maradhatna egyébként, tehát nem olyan nagyon csúnya, tehát hogyha nem akarsz ezzel vacakolni, akkor picit jobban figyelj oda itt a kivágásra, de egyébként simán elmegy. Itt volt egy kicsit olyan, ami ahol ugye hiányozhat egy kis rész. Na, mindjárt szétszedem ezt a fóliát. Nem, meg kell tudnom oldani. Jó, meg is van, és akkor jó, szóval ez így ilyen tud lenni, hogyha ha ezt a megoldást használod. És akkor még ott alul van egy pici rész. Ezt elsimítom. De jó lesz ez. Jó lesz, mert itt is itt van toldva, úgyhogy az teljesen rendben lesz. A másik oldalt majd a kivetőpántok lesznek az érdekesek. Picit hosszabbra hagytam, mert itt úgyis van egy kis lyuk, és nem baj az, hogyha eltakarja.
ide. Jó. Ezt pedig itt levágom. Ez nem kell. Jó, itt van egy ilyen pukli a keretben, az ott nem a tapétának a hibája. Ha valaki olyan kis szemfüles, hogy kiszúrja. Jó, és akkor itt még ezt behajtjuk. És ez úgy látom, hogy elég jól lett kiszámolva, mert pont beér oda a végéig. Így a legjobb egyébként, hogyha ennyire pontosan ki tudod számolni, de mivel eléggé össze-vissza vannak a fél centik itt ezeken az ajtófélfákon, ez nem mindig jön össze. Jó. Azt hiszem, hogy ez az oldal akkor megvan. És akkor jön a másik oldal, aztán már mindjárt kész is vagyok. Oké, csak nyugodtan. Hoppá. Ja, én is mindjárt rendezem a soraimat. Jó. Na, akkor felmegyek. Jó, akkor itt ugye lehet látni, hogy teljesen végigvittük, és itt akkor elkezdem megint a legtetejétől. Ugye megint úgy lett kiszámolva ez a szélesség, hogy benne legyen ez a rész, ez tehát ezeket a centiket összeadtam, és úgy jött ki ez egy pici ráhagyással, tehát olyan fél centit, egy centit is akár nyugodtan ráhagyhatsz. Jó, most nem szedem le teljesen, mert még meglátom, hogy itt a kivetőpántnál mit is fogok pontosan csinálni, mert ez itt másképp esik kézre, mint a másik ajtónál volt. Jó, minden esetre itt a szélezést ezt megcsinálom, ezt bevágom, az biztos. Jó. És az olló kellene nekem fajni, de nem az a nagyobbik. Köszi. Jó, tehát az van, hogy itt van a kivetőpánt, és ennek itt van egyedül egy ilyen, tehát ez ilyen nagyon hosszú, de csak itt van, ugye, mivel be van csavarozva. És én úgy csináltam ott a másik oldalt, többféle megoldás is létezik, de nekem ez tetszett, hogy ennek a vastagságát vágtam ki. Tehát egyszer vágtam egyet itt fölül, egyet itt alul. Jó, még ezt picit itt tovább vágom, ezt is. És akkor ezt itt be tudod rakni mögé. Látod? Itt akkor jöhet a szélezés. És már itt vagyunk a mögöttes részen, úgyhogy az ott tök jó. És ezzel is be tudsz menni igazából, behajthatod nyugodtan, és itt vagy. Utána ezt a részt pedig, ha levágod, ezt oda be fogod tudni toldani. Még jobb, hogyha alatta toldod. Vagy így. Jó. Ezt pedig
ezt pedig ide be tudod rakni. Így, a fölösleget pedig levágod. Ha sikerül. És akkor utána megyünk tovább. Hát egy kis feszülés itt lett benne. Úgyhogy... Ezt ide föntre, azt úgyis meg fogjuk ott vágni. Ezért ezt a kis ráncot kiszedem belőle, mert itt még pont ugye ferdén vágva lesz, ott meg zavart volna, de a többi részen már nem. És akkor így jó. Oké, akkor ezt ide fölhajtjuk, megint egy kicsit lesimítjuk. Ezt bevágom. És akkor ezt ide besimítom. Jó, ezt is. Hát itt maradt egy lyuk, ezt majd mindjárt eltakarjuk egy kis pótanyaggal. Igazából amint visszakerül ide az ajtófélfa, ezt a kutya nem fogja látni. Jó, és akkor ezt itt ide meg majd egy szélesebb anyagot keresek. Tessék. És akkor itt is ezt a fölösleget ezt levágom. Jó, mindjárt hozok egy kis darab anyagot, ezzel ezt itt kipótolom. Ja, hogy vagyunk. Jó, csak ebből esetleg. Ez pont jó lesz ide. Szétszedett falnite. Te vagy az ügyesebb. És akkor utána pedig majd kezdem ugye ezt a következő részt. Hol szedted? Ja, hogy le is szedted. Jó. Szuper. Csak.
Így. Oké, akkor ez el van tüntetve. És akkor ugye eligazgatom a zsinórjaimat, aztán már is jövök. Jó. Na, jöhet akkor az utolsó előtti rész. Hol van itt van szétszedve, jó. Ez ugyanakkor a rész, mint a már itt szélességre, illetve hosszúságra is, mint a föntebbi. És akkor itt megint a kivetőpánttal lesz gond. Aha, picit följebb kell raknom. Mert tehát itt ide raktam, és akkor itt meg már kilátszódott ez az üres rész, de itt is ekkora különbség van, tehát itt kezdődik az alsó rész, úgyhogy ezt is körülbelül abban a magasságban fogom rakni. Picit itt ráhagyok. Itt is ráhagyok egy picit ezen az oldalon, hogy ne csúszszak majd el. Jó, az olló, nagy olló, köszönöm. Itt van ugye a kivetőpántom. Ez az egyik. Simító, de csak ott van mögötted Fanni. Köszi. Ezt így be lehet tenni mögé. Jó, és akkor ezt még ide, itt is egy picit hosszú lett, majd mindjárt ezt levágom. És akkor ezt is ugye becsúsztatjuk így alá. Jó. Hát itt egy kicsit így kell vele vacakolni. De nem tudunk mit csinálni, tehát ez így megy és kész. Jó. Itt azt hiszem, hogy itt olyan bajom van, hogy egy picit ez itt fölül így meg van rodgyanva, úgyhogy ott csinálok még egy kis bevágást neki. És akkor ott jobban eloszlik. Mert akkor itt két oldalt így fel tud jönni. Nézzük, megint van benne egy kis feszülés, de mindjárt azt ki lehet húzni. Azt ott a végén meg majd úgy is le fogom csapni, mert az ott egy picit túllóg. Jó. Ezzel itt befordulunk ide.
Újtaló már itt a következő illetőpánt. Aha. Ah, jó, akkor ezzel majd ott lent foglalkozunk. Hát itt jó erősen rásinyítom, mert van egy kis ráncolás benne, de ezt itt van a ráncolás a szélén, azt majd mindjárt letolom a szikével. Itt is van benne egy kicsi, de ezt is fel tudom húzni. Látszik itt már a vége a necces. Jó, és akkor itt mindenképpen ezzel csinálni kell valamit. Azt hiszem, hogy be fogok vágni. És akkor még itt behajtom. Itt megint lett egy icipici rés, hát nyilván itt, ahogy szétvágtam, de majd arra megint teszek egy pici darabot, és igazából tényleg amint felkerül az ajtó, azt ott senki nem fogja látni. Már nekem van ez a pici. Nem, ide tudod, egy picit vágsz majd falni. Vagy itt egy ilyen nagyon mini, ez kicsi. Jó, csak hogy legyen egy picit olyan formásabb, tudod, hogy... Jó, közben levágom akkor ezt a kilógó részt itt. Figyelj, nem, olyan kell, amelyiknek függőleges az erezete, jó? Ha már csináljuk, akkor legyen olyan. Vaksi vagyok. Nem szóltam én sem, bocsi. Jó, ezt itt levágom. És akkor még mindjárt arról azt a pici részt megcsinálom. Jó, köszönöm. Tessék. Jó. Na, akkor még oda alulra. Kell egy kicsi rész, igen. Figyelj, csak szerintem ez... Ebből jó lesz. Ebből. Egy ekkora. Thank you.
Még jó, hogy három pántja van ennek az ajtónak, lehet vele példálózni. Akkor ez átjött ide. Hát nem így kell, ez cikével kellene, de erős volt a kísértés, mivel az olló a kezemben volt, most már mindegy. És igen, vágunk még egy... Még egy részt a kivetőpánt csavar részének. Akkor ezt be tudjátok itt így bújtatni. Itt is még mindig feszesen dolgozunk, ugye hiába a vége, azért odafigyelünk. Jó, és most a szikével fogom elvágni. Ne legyen megint olyan kis bénázós. Hát így is az. Jó. Okay. És akkor ide kell nekem még egy rész, amivel ezt be tudom takarni. Hát ez is jó lesz rá. Teszek akkor egy ilyen nagyobbat. Hát egy picit szélesebb kellene. Van valami kétjától egy picit szélesebb. Aha, mutasd csak, mindjárt levágom. Jó. Ja, ez nem jó, az irányba nem jó. Jó. Nézzük csak akkor. Picit kell szélesebb, azt mondtuk. És akkor egy picit hosszabbat, mert hogy akkor azt hiszem, hogy meg vagyunk. Nézzünk egy összefoglalót. Elveszem, jó, meg tudom fordítani, ugye? Na, sziasztok, itt vagyok. Szerintem nem sokat láttátok az arcomat. Mindjárt megfordítom, hogy én is lássam, hogy mit láttok. Tehát itt volt egy ilyen ajtókeretem, ezt valamelyik nap már megcsináltam, és most pedig készült ez a másik.
És ugye amik necces részek voltak itt a zártestnél, itt a kivetőpántoknál, ugye, és hú, azt nem csináltam meg, azt mindjárt gyorsan még átvágom, jó, Fanni, így, jó, akkor tartsd tartok, így, persze. Jó, és akkor mindjárt fölmegyek, aztán megcsinálom. Hoppá, hoppá, jó, húzok arrébb a zsinórokat. Jó, jó. Jó. Jó, tehát itt ugye saroktól sarokig húzok egyet, így, akkor ezt meg tudom fogni, és ez lejön. Jó, a következőnél is, ha sikerül beállítani, így. Jó, és akkor az is megvan, és akkor itt ezt a kicsit, ez húz mindent, de nem baj, ez fólia, de baj. Jó, ez nem lett olyan szép, ezt elhamarkodtam. Jó. Hát ez a kettő lett a szép, ezt most végén elrontottam, de ti ne csináljátok. Jó, úgyhogy ennyi volt a keretfóliázás, nagyon remélem, hogy valakinek segít, hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan hívjatok a tapétakarnis elérhetőségein. Hello! Sziasztok!